A fő elv és a gyakorlat ez énekelni Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Az a legleg, hogyha senki semmit nem tudja követni, akkor kezdj el ezzel, és csak egész, ami csak lehet, idő, mindig énekeljen a Hare Krishna Mahamantrát. Hogyha valakinek kicsit több lelki ereje van, és gyorsabban szeretne haladni, akkor keresen egy lelki tanítómestert. Tadvid hi pranipátenam pari parsnena szevaja. A pádik sánti tegyenem gyaninas tatvadarsana. Mert egy hiteles lelki tanítómester meg tud ajándékozni minket transzcendentális tudással. És hogyha valaki szeretné kicsit több elvet elfogadni, akkor hogyha ennek a kornak, vagy ennek a világnak van négy elv, ami, hogyha nem követjük, akkor elsüllyeszti embert a karma mocsárába. Ez a négy a hiba, négy nagy hiánya, vagy négy bűn, hogyha valaki nem eszi, valaki eszik húst, kontrollálatlan nem életet él, csalással foglalkozik, mondjuk szerencsejátékokkal, és kábító mamarító szereket fogyasztja. És az elv az, hogyha valaki tartózkodik ezektől, akkor tisztán tartja a tudatot. Nem eszik vegetáriánus, nem eszik húst, nem fogyaszt alkoholt, kábító mamarító szereket, nem éli kontrollálatlan házasságon kívül nemi életet, nem játszik szerencsejátékokat. Ez a négy elv fontos a gyakorlathoz. Ugyanakkor még egy elv, olvasni könyveket. Srila Prabhupád könyvek olvasása. És mellette énekeljünk Hare Krishnát. Hogyha ez valakinek nagyon sok, nem baj. Ő is tud elindulni, ahogy elején mondtam, csak énekeljünk Hare Krishna mantrát. Ez már lelki gyakorlat, és utána fogunk kapni lelki erőt is.